képviselői fogadórán vagyunk, aki kérdez Vajnai Melinda, és aki válaszol. Ternyák András. Ezen a játszótéren 2005-ben fejezték be a fejlesztéseket. Mi a helyzet itt azóta? Ugye 2005-ben készült ez a park és játszótér, ami azt mondhatni, hogy a kerület egyik legszebb játszóteres parkja alakult ki. Ezt maga a tervező is mondta, hogy ez egyébként életének egyik legszebb alkotása, ő úgy érzi. És az is volt, és illetve az is. A helyzet azóta, hogy változatlan, mondjuk az én személyes véleményem szerint. A személyes véleményem szerint a kaszálásra kicsi jobban oda kéne figyelni, azért itt egy kicsi jobban karban volt tartva, mint ahogy a mostani állapot látszik, hogy kicsi úgy elvadult, illetve a locsolás hiánya is mutatkozik már. Ezen kívül azonban én úgy látom, hogy egyben van a játszótér, nem rongálják, nincsen összefirkálva. Jól látom? Így van. Ez a terület, itt a Lipták terepen, ez egy régóta várt fejlesztés volt. A korábbi játszótér az még az a hagyományos gyöngykavicsos, illetve ugye maga egy dzsungel vette körül, tehát nehéz volt a megközelíthetőséget. Tehát régóta igényelték az itt élők, hogy őnekik is egy normális találkozási pont alakuljon ki, és véleményem szerint ezt sikerült is megvalósítani. És látszik, hogy itt azért elég rendben is tartják, és figyelnek a lakók arra, hogy itt ne is történjen semmi randalírozás. Azért állunk egyébként itt, mert hogy ez az ön egyik terület része volt anno. Lát-e valamilyen változást pozitív vagy negatív irányban? Mi a véleménye az elmúlt időszakról? Pozitív, hogy feltűntek a fűkaszások, igaz, hogy az út másik oldalán, de ide még nem értek el. Hát én azt mondom, hogy fél év alatt azért én nem várnék óriási változásokat, és nem is történtek óriási változások. Tehát még van 3,5 év, megvárhatjuk, hogy mi alakul ki. Itt azért már sok mindent nem lehet csinálni. Ön szerint mi lenne az a következő pár lépés, amit mondjuk meg kéne valósítani, hogyha ön lenne döntési helyzetben, akkor mit szeretne a közeljövőben? A közeljövőben, mint önkormányzati képviselő, az régi ígéretnek kéne már teljesülni a csatornázásnak. Az az igazság, hogy ugye erről most már nem szól a fáma, tehát senki nem tud róla, hogy mi lesz, hiszen itt a Lipták telep északi részén ott a régi fórumozik környékén ez jelentős problémákat okoz, a csatornázatlanság és a magas talajvíz. A másik pedig az, hogy a körzetnek a legtöbb utcája már igenis tönkrement az aszfalt, ott kéne egy felújításokat végezni, illetve folytatni a járda programot, ami büszke mondhatom, az sem sok utcát érint már itt ezen a területen. Ön találkozik-e lakókkal, fordulnak-e önhöz kérdésekkel, kérésekkel? Fordulnak. Én azt kell, hogy mondjam, hogy utóbbi időben ismételten többen keresnek meg. Tehát választás után volt egy természetes visszaesés, ahogy ez szokott lenni. Majd most ismételten úgy nőtt a szám. Tehát mondjuk ez fogadóórámon látszik, hogy nem csökkent a látogatottság. Mit jegyeznek meg egyébként? Mi a központi kérdés? Van-e ilyen egyáltalán? Mindig van központi kérdés, tehát választások után azért nehezebb a helyzet. Tehát egy-másfél évig azért ez képviselőtől függetlenül, az emberek mindig bizakodók, mindig várnak valamit. Elsőképpen ugye az ígéretek teljesítését, és a választópolgár mindig olyan, hogy agyuram Isten azonnal akarja, és az ő számára a legfontosabb fejlesztést várja. Majd mikor ez ugye nem történik meg, hiszen ez képviselőtől független, mert általában azért más szervek is közreműködnek, akkor egy kicsit csalódottá válik az ember. Ez jellemző egyébként minden helyzetben. Tehát az emberek egy része most is van, aki csalódott. Azért jöttünk át a Dugonics utcába, hogy a saját szemünkkel lássuk. Félig meddig próbálják megoldani a problémát, a csapadékvízelvezetési problémát szikkasztokkal. Sikerül-e? Hát igen, ez egy 2 évvel készült, és ez csak az utca egyharmadát fedi le. Tehát sajnálatosan a 2/3 az még mindig szenved a csapadékok okozta özönvíztől, amit nagyobb esőzésekkor kialakul. Itt az is problémát okoz, hogy csatornázatlan ez a terület, tehát nem csak a Dugonics utca, a Madács utcának a mögöttem lévő szakasz, illetve a Margóti-Vadar utca is, és itt magas a talajvíz. Tehát ameddig itt csatornázás nem valósul meg, addig visszatérő problémákat okoz. Itt látható az utcában, hogy próbáltak a lakók ugye megemelt járdaszinttel védekezni az utcáról befolyó csapadékvíz ellen, több-kevesebb sikerrel. Az előbb éppen egy lakó azt mondta nekünk, hogy de jó, kész lesz a csatornázás, azért jöttünk-e ki.
valószínű, hogy az elkövetkezendő egy-két évben lesz előrelépés ezen a területen? Hát erre még nem hallottunk választ a fővárosi önkormányzattól, akinek feladatai közé tartozik. Pár évvel ezelőtt elkészült ugye Budapest valamennyi csatornázatlan területére a terv. Az ígéretek szerint az akkori főmterv ütemezés, tehát a főmterv volt a fővárosnak ugye a tervező cége, az ütemezés szerint ez a kerületben az első között valósulna meg. Tehát erről most ugye az elmúlt időszakban semmit nem hallottunk, hogy mi lesz a csatornázása. És ugye amíg nem csatornáznak, addig az utak állapotán sem lehet javítani. Ez így van, mert teljesen felesleges lenne az utat felújítani, hogyha úgyis fölvágják, és azt is ugye egyeztette és kérdése a fővárossal, hogy milyen helyreállítást vállal. Korábban ugye a főváros úgy nyilatkozott, hogy már csak nyomvonalas helyreállítást vállal, vagyis nem úgy, mint annak idején, hogy a teljes útszakaszt felújítják. Tehát itt az önkormányzatnak majd megint a zsebébe kell nyúlnia. Hogyha játszótéren kezdtünk, akkor játszótéren is fejezzük be. Menjünk át a harmadik helyszínünkre. Jó, menj. Átjöttünk a lakatos lakótelepre, mellettünk van a hét színvirág bölcsöde, a másik oldalunkon pedig egy most már lekerített játszótér. Így van, ez is egy ilyen korábbi években elkészült fejlesztés volt. Első ütemben maga a játszótér újult meg, és a következő évre rá elkészült a bekerítés. Itt látható a, igazából a nagyobb gyerekek részére készült játszótér, ott benne az építő 18 szeretnél a kisgyermekek részére szolgáló játszótér, az is bekerítve, tehát este zárják, és ezen a részen itt van, ugye itt a fáktól most nehezen látható a Piros iskola új épület szárnya is, ami 2005-2006-ban készült el. Vigyáznak erre az emberek? Vigyáznak, azért itt hozzá kell tenni, hogy elég sok probléma van, főleg az éjszakai órákban. Maga ez a játszótér ugye itt látható, nincs kivilágítva. És ugye egy korábbi döntés volt, amit végre kéne hajtani, az önkormányzat döntött arról, hogy a játszótereit kivilágítja, illetve térfigyelő kamerával vigyázza, hiszen ezek a játszóterek ugye EU szabvány szerint készülnek, Magyarországon most már csak így készülhetnek a játszóterek, és ezek innentől kezdve tudhatjuk, hogy nem olcsók. Hát bizony, mert egy-egy játék akár 20 millió forintba is kerül. Így van, és ugye a javítására, illetve az ilyen játszóterek telepítésére összesen pár cég jogosult Magyarországon, tehát ez így növeli az árát. A lakók önnel mikor találkozhatnak? Van-e fogadóórája, hol lehet önt? Van fogadóórám, most már ugye a 7. éve minden hónap első szerdája a Piros iskolába. Korábban ugye még körzetes egyéni választott képviselő voltam, addig a Vörösmarty iskolába is volt, most már csak a Piros iskolába van, és ezen kívül azért 7 év alatt most már elég sokaknak megvan a telefonszámom, és fölhívnak és kijövök, vagy akárhol találkozunk, de általában azért mindig ilyen kiáros típus voltam, és ez így meg is maradt, és ezt el is várják a lakók.